mostanában szoktam néha azt érezni, hogy így nem vesznek néha elég komolyan, és sejteni vélem, hogy talán azért, mert nő vagyok, de erről nincsenek meggyőződéseim, mert nem szoktam akkor így az asztalra csapni és bárkit szembesíteni a kételjeimmel. De így a bürokrácia szinten így nem tudom, hogy akkor még fiatal is voltam. Azt érzem, hogy amikortól az embernek gyereke lesz, az ad egyfajta önbizalmat, nem csak a kor, hanem hogy így a maga a státusz, hogy valakiről már gondoskodsz is valahogy. Több helyet kiszorítasz a világba. Én érzem magamon, hogy adott az egy... Tehát akkor, amikor még a legelején bukdácsoltunk, semmilyen, akkor még lehet naívság. Nem fogtam arra, hogy lehet azért, mert nő vagyok, hanem azt gondoltam, azért, mert nagyon fiatal vagyok. Tehát, hogy az akkor még 20 éves lehettem. És biztos, hogy voltak helyzetek, amikor nem vettek elég komolyan, de hát ez egy ilyen társadalmi jelenség, amúgy, hogy a fiatalokat nem vesszük elég komolyan, vagy így én ezt így az iskolából is emlékszem ilyen tapasztalatokra, hogy így ez a tekintélyelvűség alapján ítéled meg a környezetedet, hogy te, hogyha elértél bizonyos kort, akkor neked bizonyos dolgok kijárnak, és addig viszont a többinek nem jár ki. Na, azt gondolom, hogy ez végül is egy kicsit így kihalóban van, vagy nem is tudom, hogy így átveszi ezt valami érték szerinti megítélés. Én azt gondolom, hogy valahol a hiba a nők készülékében is van. Tehát én érzem magamon, hogy akkor, amikor a saját háztartásomban bizonyos feladatokat olyan nagyon szívesen kiengednék a kezemből, de valahol nagyon mélyen be vagyok programozva arra, igen, hogy ezek a feladatokat, ha én kiengedem a kezemből, nem a másik egója sérül, hanem egyszerűen én mulasztok. Érted? És azt érzem, hogy rájöttem, hogy ezért nem a párom, vagy nem a környezetem hibát, hanem maga a program valami olyan mélyen tudat alatt van, hogy és ezért nehéz zsonglőrködni, mert a rég, az imprintes reflexeket felülírni egy nagyon tudatos szinttel nagyon nehéz. Tehát, hogy én azt érzem, hogy a legnagyobb kihívás az igazából ez, hogy nagyon sokat akarunk, nagyon sokra képesek vagyunk, de még mindig ott vannak azok a reflexek, amit a nagyanyáink, vagy amire úgy érzem, hogy megdicsértek volna, és nagyon sok mindenre igazából nem kapnánk ilyen hátveregetést, és akkor itt jön be az, hogy hol van a női önértékelés, hogy mi az, amit magadért csinálsz, miért, mi az, amit azért csinálsz, hogy te önmagadat megvalósítsd. De ezt még mindig úgy érzem, hogy legtöbbször amögé rakjuk, hogy igen, amiután elmosogattam, amiután elvasaltam, kivasaltam és elraktam, és akkor a háztartásomban rend van, és akkor hátra tudok dőlni, és azt tudom mondani, hogy egy rendes, tiszta háztartásban lehet vállalkozni, és jó anyának lenni.